A család ebédel. Apuka, anyuka, a tinédzserkorú fiúk és a 18 éves lányuk. Két falat között a fiú megkérdezi az apját. Mondd, apu, elfogadható az, hogy mikor mi fiúk összejövünk, mindig megvitatjuk a különböző méretű és alakú női melleket? Az apa egy kicsit zavarban van, hogy ott ül az asztalnál a felesége és a lánya is, de végül úgy dönt, hogy őszintén válaszol a kérdésre. Természetesen, fiam, ez teljesen normális. A női mellek nagyon is különbözőek, a nők korának megfelelően. A 20 éveseké olyan, mint egy dinnye, kerek és kemény. A 30 és 40 éveseké olyan, mint egy körte. Még mindig szép, de már lóg egy kicsit. 50 év után meg már olyan, mint egy hagyma. Hagyma? Igen, ha csak ránézel, sírnod kell. Az 50-es anyuka nem szól semmit, csak magában dühöng, és tovább kanalazza a levest. Észreveszi ezt a lánya, és megkérdezi az anyjától. Mondd, anyu, és hányféle pénisz van? Az anyuka boldog, hogy visszavághat a férjének. A férfiak ugyancsak három fázison mennek keresztül. A 20 éveseké olyan, mint egy tölgy, kemény és hatalmas. A 30 és 40 éveseké olyan, mint egy nyírfa. Hajlékony, de még mindig megbízható. 50-en felül meg olyan, mint a karácsonyfa karácsony után. Karácsonyfa? Igen, ki van száradva, és a diók rajta már csak dísznek vannak.